háborúban lélegzetvételnyi szünet sem volt. Lucient a vérfarkasok rettegett és kegyetlen vezérét végre megölték. A vérfarkasok hordája szétszóródott az ítélet éjszakáján. A győzelem a markunkban volt, mint a vámpírok előjoga. Majd 6 évszázad telt el azóta. Az ősi vérbosszú mégsem akarta sírba szállni Lucientnel. Bár a farkasok kevesebben voltak, a harc mégis veszélyesebbé vált. Már nem kellett a holdra várniuk. Az erősebb farkasok akkor váltottak alakot, amikor akartak. A fegyverek fejlődtek, de a parancs ugyanaz maradt. Vadász rájuk és öld meg őket, egytől egyig. Nagyon sikeres hadjárat volt. Talán túl sikeres is. A halálosztóknak, mint nekem, ez egy korszak végét jelentette. És mint a régi fegyverek felett, felettünk is eljárt az idő. Sajnálom, mert én ezért éltem. Semi-mine.
Olyanok vagytok, mint egy falka veszett kutya! És ez, uraim, egyszerűen nem elég. Nem, ha saját terepükön akarjuk elkapni a vámpírokat. Nem az, ha egyáltalán életben akarunk maradni. Yes! Taylor! Felöltöznétek? Nagyon nagy baj van. Még meg kell vizsgálnom, de nyilván valami sugárzó folyadék. Ultraiboly előszer? Ez itt acélköpenyes napfény. És most higgyem el, hogy egy rühesdög. Speciálisan vámpírölésre fejlesztett lövedékkel jön. Nem, ez katonai cucc. Lopták, valami extra nyomjelzős lövedék. Nem érdekel, honnan szerezték. Rigel halott, és Nathaniel is kint van. Hívjuk össze a halálosztókat, és menjünk vissza. Nem lehet. Egy véletlen találkozás ehhez kevés. Mindjárt itt az ébredés napja. Éppen elég zavaros a helyzet már így is. Véletlen? Ott az emberek előtt nyitottak ránk tüzet. És az a balhé a csatornában? Az előbb még azt mondtad, hogy nem láttál semmit. De hallottam, és tudom, mit súgnak az ösztöneim. Jó páran nyüzsöghetnek ott a vérfarkasok. Vagy ki tudja, talán tömegével. Ahogy írtottuk őket, már szinte kipusztultak. Igaza van, Szilény. Évszázadok óta már alig vannak páran. Lucien uralma óta. Igen, tudom, Khan. Meggyőzhettek, ha ti is megnéztétek. Vigyetek magatokkal néhány embert. Sorel lesz a főnök. Nem, én vezetem őket. Szó sem lehet róla. Sorel a vezető. Tömegével, mi? Viktor, hinne nekem. Én sohasem lennék ilyen veled. Hát persze. Menj és nézd meg felöltözötte és kész-e fogadni a vendégeket. Ez csak időpocsékolás. Mi az? Kétlem, hogy Viktor azt akarná, hogy itt állj meretten és a sírkövét bámold órákig. Nem, ő azt akarná, hogy a halálosztók fésüljék át a várost. Kréven, nem értem, miért őt tette vezérré. Ez egy bürokrata, nem harcos. Rajta el kell készülnöd. Mire? A partira. Emilia követe mindjárt itt lesz.
Igen. Ezt kell felvenned, ez tökéletes lesz. Téged követtek. Nagyon vonzó. Ember létére. Ki a vonzó? A parti mellettem kell lenned. Erika majd meghal, hogy vele légy. Szerintem túlságosan is komolyan veszed ezt a harcos ügyet. Nem változtathatsz a múlton, mindegy mennyit ölsz. Különben is. Mi a jó a halhatatlanságban, ha nem élvezed az élet gyönyöreit? Látod ezt az embert? Miért? Talán nincs igazam, de lehet, hogy a farkasok... A fenébe. Elegáns légy, és gyorsan öltöz. Craven, komolyan beszélek, szerintem őt követik. Miért követnének egy embert, ha nem zsákmány? Van haladás? Meglátjuk. Ez nem ő. Dr. Klein, hívja a 118-at. Kérem, Dr. Klein, hívja a 118-at. Az a mész. Igen, van pár szabad órám. Nicholas mondta, hogy rohadt dolgod volt az elmúlt éjjel. Igen. Ne szívd merre. Lecsaptak ránk. Három halálosztó. És a jelöltünk? Elvesztettük. Elveszett? Ez a fasírtot. Ezüst lövedék. Majdnem tiszta. Ezért nem tudott átváltozni. Nem érdemes folytatni. Az ezüst tönkretette a szerveit. Már nem regenerálódhat. Ezt azért kivenném. Nyugi. A vámpírok nem tudják, hogy egy embert követtél. Igaz? Igen. Azt hiszem nem. Csak hiszed, vagy tudod? Nem biztos. Thank you.
Még mindig semmi. Most már igazán látnunk kell ezt a Michaelt. Hát mindent nekem kell csinálnom. Nemes családjainkat elválaszthatja a végtelen óceán. Mégis legfontosabb ügyünk a vérvonal fenntartása. És ha Emilia megérkezik, hogy felébressze Marcust, akkor csupán két nap múlva végre újra egyesülhetünk, mint egyetlen család. Igen, így van. Házigazdáinknak pedig köszönjük a vendéglátást. Michael Corvin, Lakatos József utca 39, 510-es lakás. Bejön, elvégzi a munkáját és hazamegy. Nem tudom, mit mondhatnék még. Az életünk leginkább a munka körül forog. Nem tudja, hol találjuk? Nem. Próbálják meg otthon, vagy várjanak, míg vissza nem jön. De nem került bajba, ugye? Michael, nem vagyok itthon. Kérem, hagyjon üzenetet. Michael, Adam vagyok. A rendőrség a kórházban keresett. Szerintük valami lövöldözésbe keveredtél. Mondtam, hogy neked ahhoz semmi közöd, de továbbra is keresnek. Még mindig. Mit akarnak tőled? Szevasz, Michael. Thank you.
szar ez az egész? Állj meg! Állj már meg! Vissza! Jó. Jó van. Jó van. Sok vért vesztettél. Ha nem állsz meg, én is meghalok. Nem hülyéskedek! Én sem! Dugulj el és maradj is úgy! Másodszor is meglépett. Lenyűgöző. Réz egy árnyalatnyit sem túlzott. De Réz ilyet nem hozott. Ha tényleg Michael a hírvívő, a vámpírok... Nyugalom, öreg barátom. Belekóstoltam. Már csak két nap van a teli holdig. És akkor ő is vérfarkas lesz. És ő fog keresni minket. Thank you.
az. Maradj! Nagy ütés érte a fejedet. Eszméletlen voltál. Van fogalmad arról, hogy miért kell lesz nekik? Hol vagyok? Biztonságban. Szilén vagyok. Szóval igaz a szóbeszéd. Az egész ház felbojdult a kis kedvenced hírére. Megpróbálod megtéríteni, ugye? Ugyan már, dehogy. Akkor miért hoztad ide? Megmentette az életem. Miért vagy itt? Craven küldött. Látni akar. Most. Ez teljesen elfogadhatatlan. Ellenszegülsz a parancsaimnak, és az éjszakát házon kívül egy emberrel töltöd. Egy emberrel, akit aztán idehozol a házamba. Amennyire tudom, ez még Viktor háza. Nem akarok vitatkozni. Tudnom kell, hogy Michael miért olyan fontos a vérfarkasoknak. Ó, szóval már Michael! Craven, figyelj már egy kicsit! Nem értem, miért vagy a megszállottja ennek a nevetséges teóriának! Lucent egy fikarszint sem érdekli semmilyen ember, sem Michael, sem más! Egy pillanat. Te gerjedsz erre a pasira, ugye? Na, ez a nevetséges teória. Tényleg? Kifelé! Remélem, rám sosem pöccensz be. Vágj! Próbáld ki. Gyerünk, keresd el!
Vedd ki a tárat. Olyan, mint a farkasok tölténye. Ezüst nitrátos. Halálos adag. Ezt nem lökik ki, mint a többit. Egyenesen a vérbe megy. Nincs mit kilökni. Mondd csak. Lucien tényleg úgy halt meg, ahogy mondják? Craven megint sztorizott? Ezt én kérdezem. Ez csak egy régi történet. Az ő története. Nincs rá bizonyíték, hogy ő ölte meg, csak a szava. Én sosem becsültem alá Craven becsváját, de Viktor hitt neki, és csak ez számít. De mit akarsz ezzel? Semmit. Harc nyilvános helyen, és vadászat egy emberre, nem erről volt szó, nem igaz? Azt mondtam, állhat a labor, aztán kushadjatok! Elég! Nyughass már, Craven! Az ember nem érdekel téged. Amúgy meg, már épp elég ideig kushadtam. Fogd szorosabban a gyeplőt. Legalább egy ideig. Ne kelljen megbánnom az egyességünket. Te csak koncentrálj a te dolgodra. El ne felejtsd. Egyszer már a véremet adtam, érted? Nélkülem semmit sem lenne. Te sem lennél semmi. Lucien bukása. A Lucien várába betört bátor lelkek közül csak egy vámpír élhetett. Craven. Ki Boucher jutalmat kapott nem csak a lángtengerért, de mert a vérfarkas pusztulásának bizonyítékával tért vissza. Jelölt bőrrel. Lucien önnön karjából. Mindenütt kerestelek. Ne most. Megharapták. Az emberedet megharapta egy farkas. És ezt Craven mondta? Nem, a saját szememmel láttam, esküszöm. Na és az egyesség? Tudod, hogy ez tilos? Karbantartott kérek az első emeleti altatószobájába. Amióta megharapott. Azóta halucinálok, és látok mindenfélét. Csak azt tudom, hogy állandóan úgy érzem, ketté harap a koponyám. Szóval egy felnőtt férfi harapott meg? Jesszus. Biztos, hogy nem egy kutya volt? Ha azt mondom, ember volt, akkor ember volt. Jól van, értem. Utánam jött. És az a nő,
A nő a metróból. Milyen nő? Figyelsz te rám! Ő ejtett engem tósul! Jól van. Én csak kérlek. Egyenesbe hozzuk a dolgokat. Rendben, mindjárt jövök. Engedj el. Engedj. Nyugodj meg, jó? Egy perc, és itt vagyok. Ígérem. Remek. Bocsáss meg, de nagyon kell az útmutatásod. Tudtommal, ébredést magamfajta még nem kísérelt meg elindítani. Csak az öregeknek volt erejük, hogy emlékeiket egységes egészé rendezzék, részletgazdag lenyomattá. Remélem, hogy Viktor meghallja a fohászomat. De nagyon kell az útmutatásod. Bocsásd meg, uram, hogy idő előtt ébresztlek, de félek mindannyiunkat súlyos veszély fenyeget. Főleg téged, uram, ilyen kiszolgáltatott állapotban. Mert azt hiszem, Lucian él és erős. Itt. Most, ebben a városban. Az ébredés ceremóniáján akar lecsapni ránk. De még rosszabb. Hogyha igazam
Azt jelenti, hogy Craven a szövetségesek. Mi olyan sürgős? Nézd meg! Szilén! Szilén, nem akarok beszélni! Ez Michael? Ez Michael? Mi a franc ez? Mi a franc történik velem? Ha most kimész, jobb, ha nem is jössz vissza többé. Meglátjuk, mit szól ehhez Viktor, ha majd felébred. Figyelmeztettem, de nem hallgatott rám, soha nem engedelmeskedik. Előbb kellett volna szólnom. Miről nem szóltál? Hogy az embere, Michael, az nem is ember, hanem vérfarkas. Mi? Mi ez a ricsaj? Mert meg fognak ölni, érted? Miért? Kik vagytok ti? Távozz. Tetszik vagy sem, egy ezer éve tomboló háború közepébe csöppentél. Ez vérbosszú, vámpírok és vérfarkasok között. Farkas emberek. Szerencsés vagy. Egy halhatatlan harapása után gyors a halál. Halálos vírus a miénk. És ha te harapsz meg, akkor vámpír leszek? Nem, meghalsz. Senki nem éli túl mindkét faj harapását. Igazság szerint meg kellene ölnöm téged. Akkor miért segítesz mégis? Nem segítek. Én gyilkolom a fajtádat. De tudnom kell, miért kell lesz annyira Lucian-nek. Tudod, hogy miért ébresztettek fel, Szolga? Nem, uram.
De meg fogom tudni. Úgy érted, ha őt megtalálod? Igen, uram. A színem elé kell engedned. Sok megbeszélni valóm van Szilénnel. Nagyon felzaklattak azok a dolgok, amiket elém tárt. E dolgokat mielőbb el kell intéznem. Ez a csirhe gyengévé, dekadensé vált. Talán valaki másra kellett volna bíznom az ügyeim intézését. Mégis... az emlékei kaotikusak. Nem érzem az időt. Kérlek, uram, hadd hívjak segítséget. Pihenned kell. Én már pihentem eleget. Inkább idézd színem elé Marcust. De ő még alszik, uram. Emilia és a tanácstagok holnap éjjel érkeznek. Hogy őt ébresszék. Nem téged, uram. Téged 100 évvel a kitűzött idő előtt ébresztettek. Ezek a dolgok, ezek a hallucinációk. Nem hallucinációk. Ezek emlékek. Annak az emlékei, aki megharapott már a tiéd is. Ez az egyik hely, ahol kihallgatásokat tartunk. Biztonságos. Zyodex művek. A miénk. Eleinte szintetikus plazmát gyártott, most ezt. Ha bejön, ez lesz az új pénzforrásunk. Klónozott vér. És ezek? Nem bírják az ezüstöt. Ha nem szedjük ki a farkasokból a golyókat, túl hamar meghalnak. Aztán mi lesz velük? Visszatesszük a golyókat. Hogy mennek a dolgok? Kész vagyunk. Miért gyűlölitek őket ennyire? Mondtam már, ez háború. Csak parancsot teljesítesz? Miért nem válaszolsz? Jó. Valami az istállóban. Széttépte a lovakat. Nem menthettem meg anyámat. Sem a húgomat. A sikolyokra ébredtem. Az apám kint halt meg, védekezni akart. Az ajtóban állta, hogy átrohanjak az unokahúgaimhoz. Ikrek voltak. Alig 6 évesek. Lemészárolva. Mint az állatok. Jézusom. Arra eszméltem, hogy a karjaiban vagyok. A háború berobbant a házunkba. Napokig kutatta a farkasokat. Elcsalta őket és megmentett. Ki? Viktor. A legöregebb és legerősebb. Azon az éjjelen ő tett vámpírrá. Ő adott erőt, hogy megbosszuljam a családom. Azóta nem nézek vissza. Ki
kezdte a háborút? Hát ők. Legalábbis ezt kell hinnünk. Tilos a múltat bolygatni. Most visszamegyek. Velem mi lesz? Viktor eldönti. Holnap éjjel visszajövök. Nem maradok itt egyedül. De igen, ha élni akarsz. Nem, veled akarok menni. Mit csinálsz? Ha holnap éjjel teliholdkor átváltozol, ölni fogsz és zabálni. Elkerülhetetlen. Nem mászkálhatsz szabadon, bocsáss meg. Egy golyó még nem öl meg, de az ezüst lassítja az átváltozást. Ha nem jönnék időben, tégy magadnak egy szívességet. Uram, megérkezett. Hogy tehetted ilyen helyzetbe hozni engem? Mindenki tudja, hogy terveink voltak. Nekem semmi közöm hozzád. Állj Viktor elé, és mondd azt, amit én parancsolok. Mostantól azt teszed, amit én mondok. Van valami, ami nem érthető, Szilé. Gyere közelebb, gyermekem. Tűnés! Gyerünk már! Nélküled elveszett voltam, uram. Szünet nélkül. Craven szünet nélkül zaklatott és udvarolt. Ez a könyv legrégebbi története. Olyasmire vágyik, amit nem kaphat meg. Most, mondd el, miért hiszed azt, hogy Lushum még mindig él? Igen? Minden bizonyítékot eléd tártam. Csak zűrzavaros képeket és emlékeket, nem többet. Pontosan ezért kell az ébredést az öregeknek vezetnie. Neked még nincs meg a kellő gyakorlatod. De én láttam Lushumot, belelőttem, hinned kell nekem. A lánc még soha nem tört meg. Sohasem, soha, 14 évszázada. Még nem történt meg, mióta az öregek az időugrást gyakorolják. Egy fent van, kettő alszik. Ennek ez a rendje. Most Marcus ideje következik, nem pedig az enyém. Problémák vannak. Nem tehettem mást. Veszélyben voltunk, és Michael... Ja, persze. A farkas. Kérlek, hadd tárjam eléd a bizonyítékot. Jó. Cravenre bízom a bizonyíték elfogadását. Már ha létezik. Hogy bízhatsz benne jobban?
mert őt még soha nem kínoszta meg semmilyen állat. Szeretlek. Mint a saját lányomat, de te nem hagysz kiutat. Jó oka van ezeknek a szabályoknak, csak ezeknek köszönhetjük, hogy még élünk ilyen hosszú idő után is. Az irgalomnak a szikráját sem mutathatjuk. Ha Emília megérkezik, a tanács dönt a sorsodról. Megtörted a láncot és az egyességet, ítélkezniük kell feletted! Volna rám, kimaradsz ebből. Szerencséd van, ha meg tudom győzni őket, hogy ne öljenek meg. Mondd csak. Ki merted vágni a bőrt a karjából, vagy Lucien tette meg? Jegyezd meg. Nem sokára úgy látsz mindent, ahogy én. Senki nem nyitja ki ezt az ajtót, világos? Nem hagyhatom, hogy megint lelépjen egy farkassal. Változott a terv. Emiliát Sorenék szedik fel. De ez a mi dolgunk. Már nem. Thank you.
Miért segítesz nekem? Nem neked. Magamon segítek. Mi történt? Bekapcsolt egy érzékelő. Lezárjuk a házat. Selene, megszökött, hogy elmenjen Michaelhoz. Ezüst tálcán, szolgáljátok fel a farkas fejét. Szerinted ez kurva jó? Mi volt? Téves riasztás. A kutyák elkapták volna, ha bármi csak megközelíti a kerítést. Emiliának már itt kéne lennie. Igen. Figyelj, szeretném, ha kiderítenéd, miért nincs még itt. Meg lesz. Kéne beadni neki a szérumot. Csezd meg, semmi baja. Majdnem ott vagyunk. Ah.
Uram. Szilénért küldtem. Nem érted? Nem törődött a parancsoddal. És elhagyta a házat, uram. Az alkalmatlanságod kezd a legnagyobb teher lenni. Nem az én hibám. Megszállott lett. Azt hiszi, hogy egy összeesküvés vezére vagyok. És itt van rá a bizonyíték. Most mondd el nekik is, amit nekem mondtál. Hol van? Igen. Évek óta próbáljuk egyesíteni a vérvonalakat. És évek óta csak felsülünk. Nem sikerült. Még a sejtek szintjén is csak pusztítani tudtuk egymást. A kulcs. Tudtuk a legritkább vérvonal. Egy magyar hadúr, Alexander Corvinus. Egyenesági leszármazottja. A hadúr. Az 5. század elején került hatalomra. Épp időben, hogy lássa, hogy pusztítja el a pest is az uradalmát. Csak ő. Ő élte túl. A szervezete valahogy megváltoztatta a kórokozót. Ami aztán a hasznára vált. Ő lett az első halhatatlan. Évek múlva több gyermek apja lett, akik örökölték ezt a tulajdonságot. A Corvinus család fiai voltak ők. Egyet denevér, egyet farkas harapott meg, egy pedig az emberi halandóság magányos útját járta. Ez csak egy ostoba, nevetséges legenda, semmi több. Hát az lehet, de a két fajnak mégis közös őse volt. Az egyik Corvinus leszármazott, ott fekszik. Alig 3 lépésre tőle. Igen. De ő már egy vámpír. Tiszta forrás kellett. Aki érintetlen, aki az ősi vírus pontos mását hordozza. Maga a Corvinus szér, amiről tudtuk, hogy a genetikai kódja ott rejtőzik az emberi leszármazottakban. És lappangott hosszú évszázadokon át. Egészen Michael Corvinig. Az ő vére a záloga fajaink tökéletes keveredésének. Nem lehet ilyen egyesülés. Szólni róla is eretnekség. Meglátjuk. A Lucian majd befecskendezik. Lucian halott. Mármint ki szerint is. Biztosíthatlak, gyermekem. Craven az életével fizet majd. Hamarosan rommá lesz itt minden. Ne! De azt már nem látom. Ne! Várj! Ti! Csak ti tudjátok erről az igazat! A Lucian meg tudta kaparintani egy tisztán született vérét, egy erős öregét, mint Amíliáit. Vagy a tiédet, és beadja magának Michael vérével együtt. Undorító. Fél vámpír, fél farkas születik, aki erősebb mindkettőnél. Adjátok Kant.
Uram! A tanács tagjait meggyilkolták. És Emiliát? A vérét vették. Tessék, már is elkezdődött. Bocsásd meg, hogy kételkedtem. De ne félj, gyermekem. Elnyered a feloldozást. Amint megölted a Corvinus kölyköt, ezt a... Michael-t. Egy enzimet kaptál, ami leállítja a változást. Kell még egy kis idő, amíg elmúlik a kábulat. Elég volt! Menj! És nézd meg, mi van résszel! Elnézést kell kérnem. Őt még jó modorra kell tanítani. Ha már szóba jött, nekem is bocsáss meg, jó? Lucian vagyok. Vissza kell mennem. Vissza kell változnom. Nem mész vissza. Nem mész sehova. A vámpírok azonnal megölnek. Csak mert az vagy, ami. Közülünk való. Az vagy. Egy közülünk. Mit csinálsz? Mit csinálsz? Véget vetek egy konfliktusnak. A ti háborútokhoz nekem semmi közöm. Az én háborúm? Végig kellett nézned a halálát. Szonyáit. Ezért kezdődött a háború.
Láttam, mintha ott lettem volna. Régen szolgák voltunk. A vámpírok nappali testőrei. Szolgasorban születtem. Mégis jó indulattal viseltettem. Még a menyasszonyom is vámpír volt. Bár tiltották az egyesülést. Viktor félt a fajok keveredésétől. Annyira félt, hogy megölte a saját lányát. Megégette. Mert szeretett. Ez az ő háborúja. Viktoré. És az utóbbi 600 évet azzal töltötte, hogy kiírtsa a fajtámat. Mit tesznek Szilinnel? Társaságunk jött. Megegyeztünk, nem? Türelem! Craven, ezt négy szem közt beszéljük meg. Kérlek, kísérd le a vendégeinket. A tanács megsemmisült. Nem sokára minden a tiéd. Mindkét törzs. És a szétszúszhatatlan béke a farkasokkal. De remélem nem felejted el, hogy a háború végén osztozunk. Mondd, hogyan irányítsak most, hogy Viktor felébredt? Semmi sem védi. Mégis minden pillanattal erősebb lesz. Épp ezért van ilyen nagy szükség Michaelre. Ha Viktort olyan könnyű lenne lerázni, már évszázadok óta megtetted volna magad. Az ajtó keresztül útját, mozgás! A rohadék! Ó, a francba! Ez Viktor. Igen. És ha tetted volna a dolgod, most mély hütött lenne. Van más kijárat? Gondolom nem merült fel benned, hogy a véredbe kerül, ha le akarsz lépni innét. Még csak ne is gondolj rá. Ez is nitrát. Erre fix, hogy nem számítottál. Gyerünk, gyerünk, gyorsan! Mozgás!
Lucian. Szilény! Szilény!
El kell tűnnöd innét. Viktor nem nyugszik, míg minden farkas el nem pusztul. Téged is megölnek, mert segítesz. Tudom. Tudom, hogy kezdődött a háború. Elég volt. Velem jössz! Remélem, látom majd, ahogy Viktor széttép. Az biztos. De hadd mondjak előbb valamit. Hőn szeretett atyádról. Ő írtotta ki a családodat. Nem a farkasok. A saját szabályait sem tartotta be. Azt mondta, nem jó neki az állati vér. Így időnként az embervér élvezetének áldozott. Megőriztem a titkát. Én takarítottam utána. Ő meg kúszott. Szobáról szobára. Elpusztítva mindenkit, aki közel állt hozzád. De amikor hozzád ért, nem bírta a gondolatot, hogy téged is kiszárítson. Téged, aki az imádott Szonyára emlékeztetted. A lányára, akit ő ítélt halálra. Hazudsz. Higgy, amit akarsz. Most gyere, mellettem a helyed. Hát legyen. Mi a szart csinálsz? Engem megölhetsz, öcsi. De az akaratom maradéktalanul teljesül. Thank you.
Hol van? Hol van Craven? Bocsáss meg, leányom. Nem a farkasok voltak, hanem te. Távozzatok! Hogy megölted a családomat. Igen. Elvettem tőled. De sokkal többet adtam. Nem tisztességes üzlet az élet, amit tőlem kaptál, és a halhatatlanság. Na és a lányod élete? Aki vér volt a véredből. Imádtam a lányomat. De a méhében növekvő undorító lény árulás volt ellenem és a törzsünk ellen. Tettem, amit kellett, hogy megvédjem a fajt. Ahogy most ismét arra kényszerülök. Ne! Thank you.
igazság pillanatra. Bár a jövőt nem látom, ezen éjszaka történései visszhangozni fognak mindkét faj tagjai közt, még sok-sok évig. Két idős vámpír lelte halálát, az egyik az én kezem által. Hamarosan Marcus kerül a trónra, és a megtorlás hullámai elhalnak az éjszakán. A különbségek félretétetnek, és szövetségek köttetnek, és akkor én leszek az űzött vad. Magyar hangok. Kéri Kitti, Dolmány Attila, Orosz Anna, Cvetkó Sándor, Bodrogi Attila, Károlyi Molnár Péter. Vágó Darók Attila, hangmérnök Nikodém Norbert, gyártásvezető Czobor Éva. A magyar szöveget írta és a szinkront rendezte Abed Hadi Forát. A szinkron az SPI International megbízásából a Filmsound stúdióban készült.
give a good goddamn about redemption. I know Christ is coming, so am I. And you would too if the sexy devil caught your eye. She'll suck you dry, and still you'll cry to be back in her bosom. To try again, she'll make you in her bosom to do it again. Pray till I go blind. Pray, 'cause nobody ever survives. Pray and just stay in your arms just until I can die a little bit longer. Saviors and saints, devils and demons alive. Az 5.1-es hangot készítette Nikodém Norbert.